Jó napot kívánok, kedves örök ifjak! Biatorbágy város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Mint már tudják, én Köllő Attila vagyok, és én leszek a délután házigazdája. Felkérem Tarján István polgármester urat, köszöntse a szépkorú ünnepelteket! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünnepeltek! Engedjék meg, hogy szokásomhoz hívem, köszöntsem Önöket Biatorbágy önkormányzata és a magam nevében, de ebben az évben ezt egy új szerepkörben is meg tudom tenni. Mint friss nyugdíjas tudom már Önöket köszönteni. Ez nem jelenti azt, hogy az aktivitásom csökkent volna, csak ezt az életkort elértem, és egyébként a feladatom nem lett ettől kevesebb, vagy a feladataim nem lettek kevesebbek, de hát a nyugdíjkorhatárt azt elértem, és hamarosan valószínűleg engem is köszönteni fognak, amikor már nem ebben a szerepben leszek. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és együtt lehetünk, de én erre a mai alkalomra hívtam olyan személyt is, aki nem hivatalos személyként köszönti Önöket, hanem olyan valaki, aki elég gyakran kapcsolatban van Önökkel, és az egészségük megtartását, megőrzését segíti, de erről többet majd Köllő Attila fog mondani, és én ezért itt be is fejezném, tehát én nagyon rövid vagyok ma, nagyon rövid leszek ma ezzel a köszöntővel, hiszen én azt gondolom, hogy az igazi, hogyha nem csak hivatalos köszöntés hangzik el, hanem olyan személy is köszönti Önöket, akik valódi kapcsolatban van Önökkel. Még egyszer nagyon örülök, hogy itt lehetek Önök között, tartalmas együttlétet kívánok, és következzék a valódi köszöntő. Akár én is mondhatnám, hogy rövidesen a sorban fogok ülni, hiszen már a hajam színe is igazolja, elértem a polgármester úr által említett nyugdíjkorhatárt. Igaz, hogy csak ilyen elméleti nyugdíjas vagyok, hogy már betöltöttem, de már még határozott az nagyon, még a madarak két ország között jobbra-balra hordozzák, mert ez egy kicsit hosszadalmasabb művelet, de hát az a lényeg, hogy látjuk Önöket, évről évre visszajáró vendégek, hál' Istennek, és köszönhetjük ezeket az örök mosolygós arcokat. Köszönöm a polgármester úr szavait, és most felkérem Salamon Gabriella testnevelő tanárt, a Mozgás a természetben csoportúra vezetőjét, mondja el az ünnepi beszédét. Üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, hogy az Idősek Világnapján én mondhatok egy köszöntőt. Belőlem mindig is nagy tiszteletet váltott ki az idős korosztály, mert én úgy gondolom, hogy ők egy nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalomban. Mielőtt idejöttem, azon gondolkoztam, hogy ki számít idősnek, hogy van-e valami korhatár, amitől azt mondjuk, hogy valaki idős. Ez a kérdés azért is merült fel bennem, mert például édesapám tegnap töltötte be a 70. életévét, és felhívtam őt telefonon megköszönteni, és megkérdeztem tőle, hogy apa, milyen érzés 70 évesnek? És azt mondta, hogy pont ugyanolyan, mint 30-nak. Azt gondolom, hogy ő nem érzi magát idősnek. Ellentétben vele nagyon sokszor, akár szülőtársaktól is, vagy a középkorosztálytól hallani azt, hogy kiégettek, egy kicsit életuntak, belefáradtak az életbe. Ők viszont azt gondolom, hogy idősebbnek érzik magukat a valós koruknál. Szóval nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az időskor, ez egy belső megélés, egy érzés. És ugye nem mindegy, hogy milyen minőségben töltjük az időskorunkat. Vannak nagyon aktív idősek, akik képesek befogadni az újat, és élményeket fogadnak be magukba. És vannak olyanok is, akik egy kicsit szomorúban élik meg az időskort, mert esetleg elmagányosodtak, vagy pedig a fizikai leépüléssel járó akadályokat nehezebben veszik. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most már 4 éve nem csak a fiatal korosztálynak tartok erdei kirándulásokat, hanem a szenior korosztálynak is. És ezekről a kirándulásokról szeretnék egy kicsit személyesebben beszélni, mert nekem ez a túracsapat, nagyon sokan ülnek itt köztük is, akik rendszeres kirándulók és túrázók. Nekem egy kicsit a szívügyem, ugyanis hétről hétre olyan töltést adnak ezek a kirándulások nekem, mert én azt tapasztalom, hogy egy sokkal vidámabb csapattal találkozom itt, mint mondjuk az én korosztályomban. Viccelődések, éneklések, mély beszélgetések, mély tartalmas beszélgetések zajlanak ezeken a kirándulásokon, és én azt gondolom, hogy ebben a rohanó világban sokszor az embereknek nincsen már ideje odafigyelni a társaikra, nincsen kellő idejük arra, hogy meghallgassák a másikat. Ellenben ez a nyugdíjas korosztálynál megvan. Én azt érzem, hogy ezeken a kirándulásokon sokkal mélyebb beszélgetéseknek lehetek lehetünk tanúi, és valahol az időseknek a jelenléte nekem egy olyan megnyugtató érzés. Én azt érzem, hogy ebben a nagyon gyors tempót diktáló világban az ő jelenlétük egy stabilitást ad, olyan megnyugtató köztük lenni. Az életbölcsességük, a tapasztalataik, ezek olyan fontos dolgok, amit nekik fontos, hogy átadjanak a fiatalabb generációnak. A WHO-nak van egy ilyen definíciója az egészségre, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem egy pszichés, emocionális és szociális jólét állapota. Erről az érzelmi jólétről szeretnék elmesélni egy személyes kis történetet. Az egyik kirándulás alkalmával, ami itt a Biatorbányi Nyakaskőnél volt, amikor felértünk a Kápolnába, biztos sokan ismerik, hogy aki járt már ott, hogy nagyon jó akusztikája van ennek a kápolnának, és az egyik nagymama, Anna, bement a kápolnába, és elénekelt nekünk egy dalt a békéről. Nagyon sok mindenkit meghatott ez a pillanat, nem csak azért, mert erős aktualitása volt a békének, meg nem azért, mert szépen énekelt, hanem egyszerűen olyan jó volt ott az erdőben egy pillanatra megállni és átadni magunkat az érzelmeinknek. Én úgy érzem, hogy sajnos erre sincsen a középkorú embereknek ebben a rohanó világban ideje, hogy a saját érzelmeiket kifejezzék és átéljék. Itt viszont nekem ez egy ajándék volt, ez a túra, és minden túra velük egy ajándék, mert mindig valamit tanulok, és mindig valamit kapok tőlük. Egyébként azóta szokássá vált, hogy amikor a Szilikapolnába kirándulunk, akkor most már nem csak Anna, de a kórus tagjai mindig bemennek és énekelnek egyet, tehát a jó kedv az tényleg tapasztalható. Szerintem egy nagyon jó dolog, hogy Biatorbágy egy olyan hely, ahol ennyire foglalkoznak az idősekkel, ennyi program van nekik, hiszen seniorklubok, nyugdíjas klub, gyaloglóklub, filmklubok, nagyon sok idősekkel foglalkozó intézmény és program áll rendelkezésre, amikkel fontos, hogy éljenek az itt élő idősek is, hiszen ugye a szociális jólét, ami szintén az egészségünk alapja, az úgy érhető el, hogyha közösségben töltjük az időnket, és aki tényleg a társas kapcsolatokat fent tudja tartani, akár új kapcsolatokra is szert tud tenni, az sokkal boldogabban tudja megélni ezt az időskort. Én, mint szülő, engem, mint szülőt, egy kicsit félelemmel tölt az el, hogy az ifjú generáció egy olyan digitális világban él, hogy nem mindig vannak jelen. Egy ilyen virtuális élet ez, ami tudom, hogy sok szülő küzdelme, és én azt hiszem, hogy ez az idős generációnak a feladata, hogy átadjon az ő életszemléletükből nekünk valamit, hiszen az idős korosztály az a generáció, akik még valóságban élték meg az életüket, nem pedig egy ilyen online világban. És pont ez az aggodalom az, ami hát életre keltette azt a túrasorozatot, amit egy éve indítottam el. Ezek több generációs kirándulások, ahol a gyerekek a nagyszülőkkel együtt kirándulhatnak, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy adjanak át minél többet magukból az idősek a gyerekeknek, és ha már csak egy kicsit is át tudnak adni önmagukból, akkor azzal már sokat nyertünk. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy egy ilyen településen élhetek, ahol ilyen jó közösségi programok vannak az időseknek, és azt kívánom, hogy Biatorbágynak is legyen minél több életét boldogan megélő idős lakosa. Köszönöm. Köszönjük szépen Salamon Gabriella kedves szavait, és én azt mondom, hogy önök nem is idősek, csak tapasztaltabbak. És sok-sok tapasztalatot gyűjtsenek még össze az évek során, hiszen a korhatár az a csillagos ég, nem kell elkapkodni. Egy idős bácsi azt mondta, hát tudod fiam, a hosszú élet titka az, hogy nem szabad meghalni. Hát hogyha ezt sikerül betartani, akkor minden jót hozzá. Ezt a gyönyörű délutánt hogy is lehetne kellemesebbé tenni? Sokszor elhangzik, zene nélkül lehet élni, de hiányozna az a fajta lelki táplálék, amelyet csak a zene képes pótolni. Ezért most egy kis zenei repertoár fogja szórakoztatni. Aki színpadra fog lépni, az nem más, mint Molnár György líradíjas harmonikaművész. Fogadják nagy szeretettel Molnár György líradíjas harmonikaművészt. Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim, és én is engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Hála Istennek az én családomban nagyon sok idős és szép korú van, és mondhatom, hogy egy ilyen nagy kalákában élünk, ahogy régen ezt megszokhatták, és nagyon-nagyon örülök, hogy például most a 92 éves nagyomámat is köszönhettem még személyesen ebből a nagyon szép ünnepből, úgyhogy mindig nagyon-nagyon várom ezeket a kisebb műsorokat, akkor egy kicsit tudom Önöket szórakoztatni, remélem, hogy tetszeni fog a mai összeállítás. Gyakorlatilag azt szeretném megmutatni, hogy mennyiféle dologra lehet jó a harmonika, és mennyiféle műfajt és stílus lehet vele játszani. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, fogadják szeretettel. Köszönöm. És akkor most elmegyünk először arra a területre, arra a harmonikát, azt gondolom, hogy a legtöbben ismerhetik. És akkor elmegyünk Franciaországba, ott két irány van egyébként, a műzetkeringők, ami nagyon népszerű, illetőleg a sanzonok. Most azt gondolom, hogy az egyik legismertebb sanzont fogom eljátszani önöknek. Edith Piaftól következzen a Padam Padam. Szokták mondani, hogy a műsorom az nagyon vegyes, és amikor egyedül játszom, akkor is általában így próbálom összerakni, és mondhatni, hogy kicsit rendhagyó vagyok olyan szempontból, hogy olyan műfajokat is megpróbálok a zenekarommal is, meg szólistaként is eljátszani, ami nem biztos, hogy annyira megszokott harmonikán, és most is egy ilyet fogok csinálni, egy csacsacsát fogok eljátszani, de egy olyan számot hoztam el, amit viszont nagyon sokan ismerhetnek még Zsoldos Imrétől, következzen a Cseresznyevirág. most, ha azt mondanám, hogy menjünk el a másik olyan területre, ami Franciaországon kívül nagyon népszerű a harmonikával, akkor azt gondolom, hogy Ausztria Németország lenne. És hát nyilván ott vannak a slágerzenék, ami hát abszolút mindenben ott a harmonika. Egyszer kérdezték, hogy hány harmonikás tanul Magyarországon, és aki tényleg komolyan csinálja, az ilyen 10-20-as nagyságrend. Náluk egy tanárnál van 200 tanítvány, csak hogy így éreztessem a különbségeket. Rengetegen játszanak. Nyilván, hogy ott sincsen túl sok profi, de nagyon sokan, akik nagyon szeretik a harmonikát, és próbálnak legalább rajta játszani. És hát van a másik műfaj, ugye ezek a polkák, és akkor én most megpróbálnék ebből egy bravúr polkát eljátszani, egy kicsit technikásabb. Következik a Fliegende Blätter. Nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy hát ugye a korral, ahogy éppen itt a hölgy mondta, hogy mennyire a mobiltelefonok világában élünk. Én ugye nagyon sokáig akusztikus harmonikán játszottam. És például nem fogják elhinni, amit általában rendszeresen elfelejtek, töltőre rakni a harmonikát. Hát szóval ilyen teljesen őrület, tehát a koncert előtt tölteni kell, és hogyha több fellépés van, akkor a logisztikát megoldani, hogy még a kezdés előtt töltsük egy kicsit. Meg szoktam mondani, hogy ez a kis kijelző, itt nem a helyi foci meccset nézem, csak a beállításokat adom meg neki. Meg egyébként, ami nagyon érdekes a hangszer, mert hogy nincsenek benne sípok. Tehát, hogy egy kicsit, hogy mondjak erről is valamit, úgy működik, hogy van benne egy töltsér, és a töltséren keresztül az átáramló levegőt folyamatosan figyeli, és innentől kezdve már úgy működik, mint egy igazi harmonika, de a lelke sípok nélküli, tehát nincsen benne semmi megszólaltatható síp, hanem az egész egy nagy elektronika. És akkor szokták kérdezni, múltkor megkérdezték egy interjúban, hogy a harmonikának, főleg a digitális harmonikának van-e lelke? És hát akkor erre azt szoktam mindig mondani, hogy persze minden hangszernek van lelke, és most nem azt mondom, hogy nekem kell rajta játszani, csak olyan embernek kell rajta játszani, akiből ki tudja hozni azt, amitől akár egy digitális harmonika is lehet tökéletes és szép hangszer. És most tovább megyek, és egy olyan számot hozok. Nyilván az 50-es, 60-as években nagyon-nagyon divat volt nálunk is a harmonika, és hogyha megkérdezném önöket, hogy ez kinek köszönhető, akkor azt gondolom, hogy sokan tudják is. És én is nagyon sokat köszönhetek ennek az embernek, úgy hívják, hogy Tabányi Mihály. És egy olyan számot hoztam most el, ami mondhatni, hogy nemzetközi örökzöld, és egy kicsit ráemlékezve, mert nagyon sokat játszotta ezt a számot, következzen a Cigány Karaván. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, önök Molnár György líradíjas harmonikaművészt hallották. Egy nagy tapsot még egyszer. Gondolom, hogy senki nem bánta meg ezeket a perceket, hogy itt tölthette. Én nagyon-nagyon köszönöm önöknek, hogy elfáradtak erre a rendezvényre. De mielőtt betolnák a művelődési ház alkalmazottjai a zsúrkocsikat, hogy egy kis falatozni valóval is megkínálják önöket, elmondok egy rövid kis esetet. Hogy hát tetszik, nem tetszik, eljön ez az idő, hogy idősebbek, hát már tisztelet a kivételnek. Egy idős néni elcsoszog az orvoshoz, panaszkodik. Jaj, doktor úr, úgy fáj a lábam, hogy nem tudok menni. Hát de nénike, ide jött. Jaj, aranyoskám, jönni tudok, csak már menni nem. És így végignézve a termen, látom, hogy a gyenge nem, a hölgyek neme, az kicsit túlsúlyban van. És kedves férfiak, megkérdem, tudják, hogy miért élnek tovább a nők, mint a férfiak? Mert nekik nincsen feleségük. Ezekkel a gondolatokkal még egyszer megköszönöm önöknek a részvételt, jó egészséget kívánok önöknek, és fogyasszák egészséggel a feltállalt ételeket, italokat. Jó étvágyat, és viszontlátásra jövőre is!